Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy velem tartotok. És ma egy csodálatos témáról fogunk beszélni. Az a címe, a teste megtöretett érted. János 15:5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki énben nem marad, én pedig ő benne. Azt terem sok gyümölcsöt. Most nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azt mondja az ige, hogy Isten a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. És ha kapcsolatban vagyunk vele, ha megvan ez a kapcsolódási pont, és rajta maradunk, és benne maradunk, és vele kapcsolatban maradunk, akkor sok gyümölcsöt fogunk teremni. Halleluja! Azon az éjszakán, amikor Jézus a fenti kijelentést tette, ugyanaz az éjszaka, mint amikor elárulták. Az összes evangélium feljegyezte azokat az eseményeket, amelyek aznap este történtek. A szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk és Lukács, Jézus és a tanítványai közötti különbség megjelenítésére összpontosítottak. Míg János bizonyos fontos tanításokra koncentrált, amelyeket Jézus adott a 13. fejezettől egészen a 16. fejezetig. Valóban hosszú éjszaka volt. Valami jelentős dolog történt. Az úrvacsora alatt, ami az éjszaka korábbi részében történt. Pál kinyilatkoztatása által betekintést ad ebbe. Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és azt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát az úrvacsora micsoda? Az egy sákramentum, az egy szövetség Istennel, szövetségnek a megerősítése. Ezt kell cselekedni az ő emlékezetére. Azt kérte Jézus, és azt mondja, hogy ez az én testem, amit ti érettetek, megtöretik. Mi történt a kereszten? Egy helycsere. Jézus átokká lett, hogy én áldást nyerjek. Bűnné lett, hogy én megigazuljak. Beteggé lett, hogy én egészségbe járjak. És szegény élet, hogy ez a szegénység által meggazdagodjak. Egy helycsere történt, ennek a négy tényezőnek a helycseréje, ő szegényé vált, hogy gazdag legyél, te megigazultál, és ő bűnné vált, ő beteggé vált, hogy te egészséges legyél, és ő átokká lett, hogy te áldást nyerj. Ezt a négy dolgot kaptad meg a kereszt halálán keresztül, és ezen keresztül, amikor úrvacsorázol, ez erősödik meg benned. Sőt, azt mondta Jézus, aki nem eszi az én testem, és nem iszza a vérem, nincs abban élet. Amikor te ezt cselekszed, akkor isteni életet aktiválsz a bensődben. Hasonlóképpen a porrat is vette, minek utána vacsorált. Ezt mondta: e pohár az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok, az én ezt mondván. E pohár új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, hányszor isszátok az én emlékezetemre. Tehát a pohár pedig az új szövetségnek a pohara, amikor megerősíted a szövetséget. Jézus így szól tanítványaihoz: ez az én testem, amelyet értetek adok. Ez az élet kenyere, aki ezt teszi, örökké él. Nem sokkal később így szólt hozzájuk: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Ez nem volt hétköznapi tanítás. Nem vallásosan beszélt. Ez a dicsőséges kapcsolat
úgy jött létre, hogy megtörték a kenyeret és vették a poharat, ami az ő teste és vére volt. Azon az éjszakán egy újfajta kapcsolatba vezette be őket, ami nem volt korábban, és ebben a velük való egységben a kereszt felé indult helyettük. Látod, miért nincs okod többi arra, hogy valaha is összetörj? Nincs ok arra, hogy a gyermeket betegen szülessen. Arra sem, hogy cukorbeteg legyél, hogy szív problémáid, rákod, aszmád vagy akármilyen betegséged legyen. Jézus testét érted, törték meg. Mi van, ha tüneteket érzel a testedben? Akkor mondd ezt. Ezt tegyék az emlékezetemre. Tehát amikor úrvacsorát veszel és mondod, nem felejtem el, ahogy az ő testét megtörték. Nem vagyok hajlandó beteg lenni. Isteni egészséget hirdetek ki a testemnek. Halleluja. És mondjátok utánam az imát. Köszönöm, áldott mennyei atyám. Kifürkészhetetlen szeretetedet, amellyel elküldted Jézust, hogy engesztelés legyen bűneimért. Szabad vagyok a betegségektől, tünetektől, és a megpróbáltatások minden fajtájától az ő teste miatt, amely értem töretett meg. Egészségben, erőben és győzelemben járok. Igédben meggyökerezve és szellemed által vezérelve. Sok gyümölcsöt termek, dicsőséget hozok a nevednek. Amen. Halleluja. Hozd dicsőséget ma is az ő nevének. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok. Isten áldjon meg téged. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk!